Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket Böjt 5. vasárnapján. Isten igéjével, ami az első János levélből így hangzik felénk. Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért. Hirdetéseinket hadd mondjam el. Mai Isten tiszteletünk úrvacsorai alkalom, a szokott rend szerint járuljunk majd Úrunk megterített asztalához. Hirdetem, hogy tegnap délután vettünk végső búcsút a Szőkedencsi templomban, majd a Csákányi temetőben kísértük utolsó földi útjára, 93 éves korában elhúlt dr. Friedrich Wilhelm Kopisch Obuch testvérünket, aki a szőkedencsi német gyülekezetnek volt évtizedeken keresztül a gondnoka Böttcher lelkész úr mellett. Megemlékezünk majd a záró oltári imádságban 28 éve elhunyt testvérünkről. Együtt imádkozunk feleségével, családjával. Kérjük Isten vigasztaló szeretetét számukra. Heti alkalmainkat hirdetem, kedden énekkari próba van a szokott időben. Böjti sorozatunk harmadik állomásához érkeztünk. Jézus 7 szava a kereszten, a harmadik szó következik majd a szeretet forrása címmel. Csütörtökön 5 órakor tartjuk ezt a böjti alkalmunkat. És szombaton szintén 5 órakor böjti szeretet vendégséget tartunk, előadást tart majd Deme Dávid lelkész. Vasárnap virágvasárnap, és már a templomban fogunk ünnepelni, ahogyan azt szoktuk. Templomi istentisztelet, kérem majd a testvéreket, hogy az istentiszteletünk után a székeket, illetve a zongorát együtt vigyük le, hogy azok már ott legyenek a templomban vasárnapra, és hirdetem, hogy szerdán 4 órakor lesz a templom takarítása erre az alkalomra, aki szabaddá tudja tenni magát, annak a segítségére nagyon számítunk, és nagyon hálásak vagyunk érte. Hirdetem a gyerektáborunkat, ami június 24-től 28-áig lesz, ez most már a 6. tempi tábor, Mesterségem címere, ez lesz majd a címe a tábornak, Mesterségek a Bibliában, lehet már jelentkezni Zsófinál vagy nálam. Hirdetem az 1+1%-ot, 0035-ös technikai számon felajánlhatjuk a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, illetve alapítványunknak a kihelyezett kis szórólapokon megtaláljunk az alapítvány adószámát. Adomány érkezett az Úr oltárára, 5000 forint emlékező szeretettel. Hirdetésünk minden tárgyán pihenjen meg Urunk bűnbocsátó és megszentelő kegyelme, Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz. Pedig tudom, hogy megváltóm önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm áldozata. Nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk a zsidókhoz írt levélben a 9. fejezetben a 11-től a 15. versig a következő képen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert a bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában a második fejezetben. A 13-tól a 22. versig a következőképp. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította. És a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, a Böjt 5. vasárnapja van, aminek a latin neve Judika. Ugye mindig a vasárnap kezdő zsoltárának kezdő szava adja a vasárnap nevét. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak téged, Istenem. Judika vasárnapja, az ítélet vasárnapja. Az ítélet szó a Bibliában mindig megkülönböztetést, szétválasztást, elválasztást jelent. Jól ismert számunkra az ítélet görög szava, használjuk is nap mint nap, hiszen ebből ered a mi krízis szavunk, kifejezésünk. Krízisben lenni azt jelenti, hogy nem látok tisztán. Krízisben lenni azt jelenti, hogy nem tudom megkülönböztetni a helyest a helytelentől. Össze vagyok zavarodva. A hullámok egyre inkább összecsapnak a fejem felett, és én nem tudok kiemelkedni szorult helyzetemből, a krízisemből. Az ítélet azonban, sőt valójában forduló pontot jelent. Változtat ezen a helyzeten. Vagy elveszt, vagy megtart, de a körülmények mindenképpen megváltoznak. A hagyomány szerint ezt a vasárnapot szokták fekete vasárnapnak is, vagy passió vasárnapnak is nevezni. Ennek a legelgondolkodtatóbb külsősége talán az, vagy megnyilvánulása, hogy egyes helyeken ilyenkor az oltárképet egy lepellel szokták lefedni, ami egészen a feltámadás napjáig, húsvét vasárnapjáig fedve van. Nagyon gazdag jelentés tartalma van ennek a tettnek. Szokták mondani a szem böjtjének is. Hogy ne legyen előttünk az a kép, ami egyébként mindig előttünk van. Takarjuk el most egy kicsit a szemünk elől. Ennek a mozzanatnak az egyik fontos jelentése az,
hogy lássuk meg, hogy nincs képünk nekünk róla. Mi persze újra és újra megpróbálkozunk kimerevíteni egy képet, amit Jézusnak vélünk, de ahogyan ez sikerül nekünk álló képet alkotni róla, rögtön meglátjuk azt, hogy ő tovább megy. Kitüremkedik, nem fér bele a mi kereteinkbe, nem fér bele a mi képünkbe. Hiába próbáljuk őt bele merevíteni egy Isten képbe, ami leginkább belőlünk indul ki, Jézus más, Jézus több, Jézus új. Jézus nem álló kép, hanem mozgó, előttünk haladó mester. Nincs képünk róla. Ezt fejezi ki a letakart oltárkép. Próbáljuk persze újra és újra ezt a képet megalkotni. De pont ő az, aki a tanítványait vezetve folyamatosan felülírja ezt a képet. Próbáljuk őt megragadni, mint a gyerek a tenger homokját, de ahogy szorítja, sőt minél inkább szorítja, annál inkább kipereg az ujjai közül, és a végén nem markol semmit. Jézust követni lehet. Megragadni, letudni, zsebrevágni nem lehet. Akkor kipereg a kezünk közül, mint a tenger homokja. Persze azért mi újra és újra megpróbálkozunk vele. A meglevő Isten képünk, a meglevő Jézus képünk pedig megzavar és eltérít bennünket. És amikor a böjti útat járjuk, amikor a nagy hetet tesszük meg vele együtt a kereszt felé, akkor a meglevő Isten képünket félre kell tenni, hogy újra rácsodálkozhassunk arra, hogy kicsoda ő és mit tett értünk. De talán a legfontosabb jelentés az az, ami itt is szerepel a felolvasott igében. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Tudnélik, hogy a feltámadás fényében formálódik a mi Jézus képünk. És a tanítvány botorkál életében Jézus mögött, de húsvét vasárnapja után a feltámadás fényében van neki tiszta Krisztus képe. A most hallott ige egy váratlan mozdulattal rak leplet a bennünk levő Jézus képre. Akár úgy is mondhatnám az ismert és megszokott oltárképeinkre. Nálunk ugye Jézusnak a megkeresztelkedése a Jordán vizében, a legtöbb helyen a Gecsemáné kertben imádkozó Jézus, vagy a tanítványaival az utolsó vacsorát elfogyasztó Jézus képe van ott. És itt meg azt látjuk, hogy Jézus ostorral a kezében jön. Nincs sehol ilyen oltárkép. Csak kevesen merészkedtek megfesteni egyáltalán ezt a jelenetet, hiszen az ember lebénul, nem illik a mi Jézus képünkbe. Valahogy más, valahogy elüt. Volna-e vajon olyan gyülekezet, amelyik hajlandó hétről hétre szembesülni ezzel a Jézussal, aki ítéletet mond, akit az Isten háza iránti féltő szeretet hajt. Ki tudna ezt hétről hétre végignézni, ezt a jelenetet? Azt, hogy Jézus kezében ostor van, és nem a hagyományos pásztorbot. A négy evangélista egybehangzóan tesz bizonyságot erről, hogy van ilyen Jézus kép. Amikor Jézus lecsendesíti a tengert, rá ripakodik az elemekre. Némulj meg, hallgass el.
Vagy amikor Péter közelít hozzá, hogy ez veled nem történhet meg, próbálja eltéríteni a kereszt felé vezető útról, akkor Jézus azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, mondja Péternek. És aztán, amikor gyerekeket visznek Jézushoz, és a tanítványok értetlenkednek, akkor megint csak rájuk förmed, és azt mondja, hogy ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké az Istennek az országa. És megharagszik a tanítványokra. És csak bénán állunk a kép előtt, amikor Jézus megátkozza a fügefát. Megátkozza azt. És ott vannak Jézus kemény szavai, aminek újra és újra nekifutunk, de elfogy az erőnk vele kapcsolatban, amikor azt mondja, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Meg azt mondja, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Meg azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli apját és anyját, nem lehet az én tanítványom. Nem véletlenül őrzik az evangéliumok Jézusnak ezeket a kemény szavait, ezeket az érdes, nehéz, súlyos szavait. Mindenek előtt hálát kell adnunk az Istennek, hogy ezek nem kerültek ki az evangéliumokból. A folyamatos kódex másolással, hogy esetleg valaki ellágyult volna, hogy hát ilyet mégse, hanem ott vannak. Mert pontosan azok, akik írták és másolták, tudták, hogy ez mennyire Jézusi. Mennyire a saját szava. És ezek a szavak ellenálltak azoknak a törekvéseknek, amik pedig Jézus szavát folyton el akarják tompítani. Komfortossá akarják tenni számunkra. Hogy ne sértsen. Hogy ne bántson. Hogy meg ne mozgasson. Hálásnak kell lenni ezért, mert ezek a szavák mutatják meg számunkra azt, hogy hogyan hatottak Jézusra ezek a helyzetek. Jézus kemény és érdes szavai arról tanúskodnak, hogy Jézus számára milyen fontosak voltak ezek a történések. És megmutatják azt is számunkra, hogy mennyire mélyen érintették ezek a történések ők. Hogy amikor ezeket az erős szavakat látjuk, halljuk, akkor felismerjük benne azt a szenvedélyes szeretetet, ahogy az Isten benne szereti az egész világot. A templomtisztítás okai között három olyan felismerés van, ami Jézust mélyen megrázta. És ezeknek, vagy ezekre adott válasz olyan, mint három kemény és nagyon határozott ostorcsapás. Pontos és jól irányzott csapások, azok, akik hallják, pontosan tudják, hogy miről szól, kinek szól. És hogy mi indítja Jézust ezeknek a szavaknak a kimondására. Talán ezért is van, hogy Jézus egy ilyen felforgató templomi cselekmény után simán távozik onnan. Senki nem fogja le. Senki nem kéri számon, még csak meg se szólítják őt. Az első ostorcsapás, ha így tekintjük, az árusokat, a pénzváltókat éri. Ne tegyétek az én atyám házát karmálkodás házává. Tudjuk persze, hogy a templom, a jeruzsálemi templom, a templom, hiszen más minden csak zsinagóga, gazdasági központ volt. Minden kegyes zsidónak évente egyszer legalább el kellett oda zarándokolnia. És vitte a kis felajánlását, és ott helyben megpróbálta megvásárolni azt az áldozati jószágot, amit majd bemutatnak a nevében az Istennek, és annak az illata kedves lesz majd az Isten számára.
a bűnei bocsánatára. A pénzváltásnak a monopóliuma persze az egyházé, a templomé volt, és tudjuk jól, hogy ezzel milyen visszaélések voltak. Jeremiástól idéz Jézus. Hiszen Jeremiás próféta is kikel dörgedelmesen az ellen, hogy mi folyik az Isten házában, az Isten nevében, az emberek ellenére. Az én házam imádság háza lesz minden nép számára, olvassuk Jeremiás prófétánál. Ahol ez a kalmárkodás folyt, ez ráadásul a pogányoknak az udvara. A templomon kívüli rész. Az a hely, ahova megérkeztek azok az emberek, akik nem tartoznak a választott néphez, de vágyják ennek az Istennek a közelségét. Többet akarnak tudni róla. Tudják a helyüket, az kívül van a templomon, hiszen nem tartoznak a néphez, de mégis akarnak róla hallani, akarnak róla tudni. Közel akarnak lenni hozzá, az Isten vonzásában élnek. És velük esik meg ez, hogy az Isten házában ezt látják. Ez a történés folyik. És őket fordítja el ettől az Istentől. Őket rettenti el ettől az Istentől. Ők azok, akik talán soha nem térnek már vissza, mert ezt tapasztalták az ő egyházában. És hogyha ez az, ami megmutatja az Istent, akkor azt az Istent nem keresem, és soha többet nem jön vissza. Ez történt ott a pogányok udvarában. És mindaz, ami történt, éket vert, falat épített, árkot húzott az Isten és az ember kapcsolatába. És megközelíthetetlenné vált az Isten számára az ember. És megközelíthetetlenné vált az ember számára az Isten. Aztán a második ostorcsapás, az már a nagy tanácsot éri, a főpapokat. Az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Rablók barlangja. Már érzésre is valami olyan, valami titokzatos, valami cselszövés, valami rossz, ami egyszer majd világosra kerül, nyilvánvalóvá válik. Az Isten házában a nagy tanács üléseket tartott, a nyilvánvalóan elnyomó római birodalom ellen szervezkedtek. A maguk módján, a maguk ellenállásában, az Isten házában az erőszak szerveződött. Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. Nem hittétek el, hogy a történelemnek az Isten az ura. Annak hisztek, ami a szemetek előtt van, pedig az Isten egyetlen karcsapással, szájának egyetlen lehelletével dönt le teljes birodalmakat, amik évezredekig is fönnállnak. Mert a történelem ura az Isten. Mindenkor. És a nagy tanács nem hiszi ezt. És okoskodik. És besegít az Istennek megdönteni a birodalmat. Rablók barlangjává tettétek az Isten házát. És aztán a harmadik ostorcsapás, ami a papokat meg a lévitákat érinti. Romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem majd azt. Romboljátok le ezt a kultuszt, amit műveltek, amiről azt gondoljátok, hogy Isten tisztelet. És én 3 nap alatt felépítem azt. Kedves testvéreim, Jézusnak ez a szava 6-szor szerepel az Új Szövetségben. Ott szerepel a legsúlyosabb vádak között is a nagy tanács előtt. És aztán majd rájönnek a tanítványok a feltámadás fényében, hogy Jézus miről beszélt. Az ő testének templomáról. Amit újjáteremt, amit megépít az Isten. És benne, általa, az igazi főpap által van igazi Isten tiszteletünk.
beszéltek erről a proféták is. Szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Jézus azért ragadt korbácsot, mert drága neki az Isten háza. És azért ragadt korbácsot, mert drága neki az ember. Drága neki az Isten és ember kapcsolata. És kigyomlál mindent annak útjából. És feltörti az árkot. És lebontja a kerítést. És elhárít minden akadályt az ő feltámadásával, hogy az Isten rátalálhasson végre az emberre. Hogy igazi temploma legyen. Igazi Isten tisztelete. Teljes közössége vele. Milyen hát az igazi templom. Azt mondja a 84. Zsoltár, hogy jobb a templom udvarán, a küszöbén eltölteni egy napot, mint kívül lenni az egészen 1000 napig. Jobb az Isten házának, küszöbének a bizonytalansága, hogy kint vagyok, vagy bent vagyok, mint távol lenni az Istentől. Milyen legyen a mi templomunk? Milyen legyen a mi Isten tiszteletünk? Hogyan kerülhetnénk beljebb a vele való közösségbe? Én azt gondolom, ennek egyetlen egy kulcs szava van, és hadd mondjam ezt végül. Ez pedig a nyitottság. Egy lejáratot elhasznált szó. Még sincs rá jobb. A gyülekezetnek, az egyháznak nyitottnak kell lenni a világ kérdésére, keresésére, problémáira. Az Isten beszélgető, egymással törődő, szerető közösségnek képzel el minket. Aztán a nyitottság azt is jelenti, hogyha létrejön egy ilyen közösség, ha van, és abban a tagjai erősek, és abból élnek az Istennel és az egymással való közösségből, akkor nyitniuk kell a világ felé. A bezárkózó egyház az olyan, mint valamiféle ciszterna, aminek csak befolyása van, de kifolyása nincsen. Előbb-utóbb megbűzhödik benne a víz. Szükséges, hogy az, amit kapunk, tovább tudjuk adni. És ettől belül is a mi tartályunkban állandóan friss a víz. És abból lehet adni. És abba lehet befogadni. És az jól lakat embereket, és vonzóvá teszi az Isten közösségét mások számára. Nem riadnak vissza már az udvarban, hanem bemerészkednek az Isten házának küszöbére. Megőrzik ott a lábukat, amikor az Isten megszólítja őket. És még egy aspektusa van ennek a nyitottságnak. Az, hogy legyünk mindig nyitottak arra, hogy Jézus elvégzi nálunk ezt a templom tisztítást. Mert újra és újra szükségünk van rá. Mert újra és újra lerakódik a mi szívünkben, a gondolatainkban, a szavainkban és tetteinkben az az akadály, ami az Istentől elválaszt. És ezt egyedül ő tudja elmozdítani onnan. Egyedül ő tudja kisöpörni a fölösleges dolgokat ebből a kapcsolatból, hogy teljes legyen. Az Isten nem osztozik a mi szívünkön semmivel és senkivel. Az egész kell neki. És ezt Jézus végzi el. Mi annyit tehetünk, hogy odaülünk a megterített asztalához. Engedjük, hogy elvégezze ezt. Elvegye tőlünk azt, ami terhel és gátol. Magára vegye, felvigye a keresztre. Hogy nekünk benne feltámadásunk legyen. Ámen. Imádkozzunk. Uram, Mesterem, segíts, hogy a bőti úton megváltoztassam gondolkodásomat. Segíts, hogy nem magamat keressem, hanem téged. De benned, veled és általad magamat találhassam meg. Ámen. Jézus,
békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úrszent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármit, ami az övé. Krisztus Úrunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja, azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsát és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni kívántok az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem tőled, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta a tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek azok a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátott. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit,
az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvös, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványainak, adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vacsora után kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan e pohár, az új szövetség, az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. És segítségedre szorulok, és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amelyel asztalodhoz hívsz. És ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom, tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben. Cselekedjél velem, irgalmat szerint. Ámen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvéreim, íme minden kész. Jöjjetek az ő asztalához. Békesség néktek! Azt mondja, mi Urunk Jézus, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, egyén vagy. Amen. Ezt mondja, mi irgalmas Istenünk, a hegyek megmozdulnak, a halmok meginognak, de az én irgalmasságom soha el nem távozik te tőled. Amen. Egyétek és egyétekhez, a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága, szent teste, értünk is kiontatott, drága, szent vére. Egyétek és egyétekhez, a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett szent teste, kiontatott vére. Ezt mondja a mi könyörülő Jézusunk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen. Egyétek és egyétekhez, a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága szent teste, értünk is kiontatott, drága szent vére.
Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megteretett szent teste, értünk is kiontatott drága szent vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a fele baráti szeretetben és az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel. Ámen. Békesség néktek! Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága, szent teste, értünk is kiontatott vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, szent teste és vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága, szent teste, értünk is kiontatott, drága, szent vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett szent teste, értünk is kiontatott drága szent vére. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a fele baráti szeretetben és az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel. Békesség néktek! Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága szent teste, értünk is kiontatott, drága szent vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, szent teste és vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága szent teste, értünk is kiontatott, drága szent vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus, értünk is megtöretett, drága szent teste, értünk is kiontatott, drága szent vére. Egyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a fele baráti szeretetben és az örök élet reménységében. Menjetek el békességgel. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, örök főpapunk és közben járunk, szánd meg a földön küzdő egyházadat, erősítsd hitünket, hogy imádságunk kedves legyen a mennyei Atya előtt. Úr Jézus Krisztus, tisztítsd meg és egyesítsd egyházadat, hogy szolgálata nyomán minden ember megismerjen téged, és eljusson az üdvösségre. Úr Jézus Krisztus, aki engedted, hogy törvényt üljön fölötted a gonoszság, és magadra vállaltad a világ minden bűnének terhét, tarts távol tőlünk az ítélkező lelkületet, és add, hogy szeretettel fedezzük el embertársaink vétkét. Úr Jézus Krisztus, aki életedet adtad, hogy Istennel és egymással is kiengesztelj minket, oldozd fel
az előítéletek foglyait. Csitítsd el az ellenségeskedést mindenütt, hogy a féktelen erőszak lángba ne borítsa a földet. Úr Jézus Krisztus, adj reménységet a csüggedőnek, erőt a gyengének, vigaszt a gyászolónak, gyógyulást a betegeknek. Mutasd meg az örök hazába vívő utat minden haldoklónak. Úr Jézus Krisztus, légy velünk nap mint nap kegyelmeddel, hogy szándékod szerint használjuk föl életünk hátra levő idejét, és minden kísértést legyőzve meglássuk örökké való országod dicsőségét, ahol minden térd előtted hajol meg, és minden nyelv téged magasztal, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz, örökkön örökké, és akinek a nevében közösen együtt még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és föltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Ehhez vegyétek az Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon neked békességet.